Köszönöm szépen. És hadd köszönjem meg Dux professzornak a lehetőséget, magát, illetve hogy eljöttek meghallgatni ezt az előadást. Minden kollégát, minden volt hallgatótársat szintén szeretettel köszöntök. És köszönöm a kedves bevezetőt is. Így van, én 87-ben végeztem itt az egyetemen, és meg kell mondjam, őszintén besúrantam ide alkalmanként, hogy érezzem, hogy milyen az előadó hangulata, az előadások hangulata, csak úgy magamban is. Nagyon bíztam abban, hogy egyszer majd ezen a katedrán beszélhetek, arról megoszthatom azt a fajta tapasztalatot, amit ezzel a tudással szereztem, miután kutatónak adtam magam. Valójában a mai téma, amit szeretnék önöknek bemutatni, az a mitokondriális humánsav hidratázzal kapcsolatos kutatások, azt lehet mondani, most már klinikailag alkalmazható része, illetve az anyagcsere vizsgálattal kapcsolatos 13-as színizotópokkal kapcsolatos vizsgálati rendszer az, ami oda vezetett, hogy tulajdonképpen klinikai alkalmazások formájában tudunk a metabolomikán, biokémián belül viszonylag precíz előrejelzéseket tenni arra kapcsolatban, hogy például egy betegség folyamat milyen sejt alapú fenotípussal rendelkezik, milyen gyógyszer célpontokat tudunk kifejleszteni, és azoknak milyen várható hatásuk van, és milyen dózisok mellett milyen biokémiai változások történnek sejteken, biopsziás anyagon, illetve szervezeten belül. Mint az Dux professzor említette, az 1937-es orvosi Nobel-díj odaítélése tulajdonképpen indoklásában három fontos kitétel van: a biológiai oxidáció, az aszkorbinsav vagy C-vitamin felfedezése és a fumásav lebomlása terén végzett kutatásokért 1937-ben Szent Györgyi Albert orvosi Nobel-díjat kapott. Anyai nagyszüleim ismerték őt, mert a 20-as években nagypapám itt dolgozott Szegeden. Ők a Lechner téren, van egy nagy sárga ház, ott az első emeleten laktak egy időben, és nagyban már mesélt nekem arról, hogy mennyire érdekes volt az az időszak ismerni a családot. És a biológiai, illetve a biokémiai ismereteket összegezve, valójában én azt hiszem leginkább az aszkorbin sav vagy a C-vitamin, ami ismert az orvosi Nobel-díj odaítélése kapcsán, de valójában a fumásav is egy rendkívül, illetve a fumásav lebontása is egy rendkívül érdekes terület. Megmondom őszintén, nem foglalkoztam vele mindaddig, amíg egy telefonhívást nem kaptam az USA Nemzeti Rákkutató Intézetéből, dr. Marston Linehan-től. Ő az urológiai-onkológiai kutató részlegnek az igazgatója, és következőt 2009 tavaszán a következőt mondta, említette nekem: van egy fiatal lánybetegük, 19 éves, sejtvonalat izoláltak, állítottak elő egy in vitro vagy sejtkultúrás kísérlet szempontjából számára, és ebben a sejtvonalban fumásav lebomlást végző enzim mutációja elégtelensége miatt rendkívül agresszív rákot figyeltek meg. Ez egy veserák volt, amely egyébként biológiai viselkedését tekintve nem lett volna annyira súlyos, viszont ebben a úgynevezett fumásav hidratáz mutáció következtében maga a rák nagyon agresszív, úgyhogy 6 hónap alatt elvesztették a beteget. És hát mivel nekünk van egy jelzett cukor vizsgáló módszerünk, tehát mi meg tudjuk jelölni a szénatomokat, ez egy sematikus ábra trikloromsav ciklusról. Mi a szénatomokat tudjuk követni precízen, nehéz szénatomokat cukron keresztül anyagcsere termékekbe beviszünk, akkor idő eloszlásban tudjuk követni azoknak a sorsát. Minden esetre az történt ebben a betegben, hogy ez a fumásavból almasavat képző enzim, ez a fumásav hidratáz mutálódott, egy pontmutáció miatt, ami miatt 70%-át elvesztette az aktivitását maga a fumásav hidratáz, és a betegben, illetve a beteg sejtjeiből viszonylag hamar
állatokban daganatokat lehetett előidézni. A, magát a sejtvonalat UOK-262, az volt az áttétből izolált sejtvonal, és a 268, ami a primérből keletkezett, mint ahogy mondtam, ez egy vesedaganat volt. Ami még érdekesebb volt, hogy abban az esetben, hogyha egy gén inzercióval, tehát egy gén visszaállítása, egy normális gén bevitelével magát a fumásav hidratázt helyre tudták állítani, ami az aktivitást, ami azt jelenti, hogy ezt a UOK-262 wild type vagy watt típusú sejtvonal tudtak a daganat sejtből visszaállítani, abban az esetben nem volt tumorképződés. Olyan szinten nem volt tumorképződés, hogyha megtetszenek nézni egy Nature jellegű közleményükben leírták azt, és ezt beszéltük meg tulajdonképpen dr. Linehennel akkor, amikor engem megkeresett, hogy abban az esetben, hogyha a fumásav hidratáz mutálódott, nagy mennyiségű fumásav szaporodik fel a sejtekben, viszonylag kevés almasavval, mint ahogy az várható lenne, és abban az esetben, hogyha visszaállítják magát a fumásav aktivitást, abban az esetben minimális fumásav szaporodik föl, és almasav képződik, mint az várható. De ami nagyon érdekes volt, az az, hogy már 30 nap, közel 30 naphoz már tapintható tumorokat idézett elő egérben a fumásav hidratázzal mutálódott sejtvonal, viszont abban az esetben, hogyha visszaállították a fumásav hidratáz gént, vagy az enzim aktivitást, nem is találtak daganatot semmilyen formában, akármilyen hosszan követték végig az állatokat. Ami még érdekes volt, és erről beszéltünk leginkább, akkor, amikor a beteg anyagot ismertették velem, az az, hogy érdekes módon a mitokondriumok a vese sejtekben, a mitokondriumok, illetve a daganat sejtekben, a mitokondriumokban a víz felszaporodik, ezt úgy hívjuk, hogy hidrofikus degeneráció, abban az esetben, hogyha patológiai vonatkozását tekintjük az esetnek, és mint ahogy látják, ebben a sejtvonalban a kripták megmaradnak egészen szorosan oda simulnak a külső membránhoz, a mitokondrium külső membránjához, viszont a víz jelentősen felszaporodik ezekben a mitokondriumokban. Viszont ha visszaállítják magát ezt a fumásav hidratáz gént, akkor tetszenek látni, hogy ezek a mitokondriumok viszonylag normális struktúrát mutatnak. Abban az esetben, hogyha kémiailag gátolják, tehát egy gátóanyagot adnak a sejtekhez, ami specifikusan gátolja a mitokondriumon belül nem a fumásav hidratáz, hanem a szukcinátból a fumásav átalakulást, ugyanaz az eredmény, nagy mennyiségű víz szaporodik fel, a kriptákat lehet még látni, de valójában a matrixben, tehát a mitokondriumnak a belső egységében szaporodik fel olyan mennyiségű víz, hogy ez valójában a sejt működést súlyosan veszélyezteti, és ez egy rendkívül agresszív, lefolyású rákbetegséget eredményez. Maga a genetikai elváltozás, ami tulajdonképpen ezt a vese daganatot is eredményezi idővel, más egyéb tüneteket is okoz. Többek között, és Reed-szindrómának nevezik a betegséget, bőr és méh családi halmozódású, úgynevezett leomiomatózisok keletkeznek a betegekben, és ezekről hagy tegyek egy rövid említést olyan formán, hogy én is ezt nem tudtam egyébként addig, amíg a betegismertetés meg nem történt. Az történik, hogy ezeknek a betegeknek mindig a bőrük úgy néz ki, mintha fáznának, tehát libabőrösek, ami az miatt alakul ki, hogy ezekben a pici sejt follikulusokat szabályozó kis sima izmokban, ezek érzékelik az ATP mennyiségét, tehát hogy mennyi hőt tud termelni a bőr, és abban az esetben, hogyha mitokondriumok leállnak, ezek a pici izomsejtek olyan formán érzékelik, mintha nem tudnának ATP-t termelni, ez azért van, mert, és majd el fogom magyarázni, hogy pontosan miért van kevés ATP szignál ezekben a sejtekben. A lényeg az, hogy olyan formán libabőrös a betegek bőre, és olyan fájdalmat okoz ez, hogy némelyek tulajdonképpen öngyilkosságot követnek el, lévén, hogy éveken keresztül nem tudják ezt az állapotot pszichológiailag feldolgozni. Ezt egyébként én sem tudtam, tehát ez egy rendkívül súlyos betegség, ritka, és érdekes módon, ha valaki az egyéb tünetekkel megbirkózik 10-15 év után, ez a nagyon súlyos, agresszív veserák alakul ki náluk.
A betegség maga a fumarát hidratáz gén mutációja, ami az egyes kromoszómában, ez egy pontmutáció, és kb. 70%-os katalitikus aktivitás történik a mitokondriumokon belül, aminek az eredménye az, hogy a fumása fölhalmozódik a sejteken belül, mint azt említettem. Ez egy kéregállományi daganat, világos citoplazmájú rákos sejtekkel. Itt tetszenek látni, hogy tulajdonképpen a normális veseállománnyal összehasonlítva ezek a sejtek nagy mennyiségű vizet halmoznak föl, ezért hívjuk ezt tiszta sejtes vagy világos sejtes veseráknak, mert ugye magát a sejtet, ez a föl nem használt víz tölti ki, a nukleáris morfológiát, tehát sejtmag morfológiája az daganat sejtekre jellemző, néhol strómát látunk, a lényeg az viszont, hogy jelentős folyadék vagy víz felszaporodás van a sejteken a daganatos sejteken belül. Tehát, mint ahogy említettem, magát a víz felhalmozódást értelemszerűen maga az a tény okozza, hogy a fumásav nem tud úgynevezett, a fumásav almasav átalakulás nem tud megtörténni, ezért az anyagcsere víz, ami a mátrixban, tehát a mitokondriumnak a mátrix, tehát a központi mátrix részében termelődik, az felszaporodik, és hogyha megtetszenek nézni, akkor nyilván a fumásav felszaporodásával az almasav szintézise csökken. Na most, amikor én megkérdeztem dr. Linehan-t, hogy végülis ők mit gondolnak erről a betegség folyamatról, akkor mondta, hogy ők már valójában nézték, hogy mi az eredménye ennek a fumásav felszaporodásnak, és hát a legkülönfélebb mechanizmusokat közölték már addig, akkorra is, illetve mi közöltünk, írtunk egy közleményt együtt, amelyiknek az adatinterpretációs részét a fumásav felszaporodásával kapcsolatban ők interpretálták, és a következő megállapításokat tették. A mitokondriumban felgyorsuló fumásav, az a dikarbonsav transzporterek által kiléphet a citoszolba, és gátolja ezeknek az úgynevezett prolihidroxilázoknak az aktivitását. Ezek normál oxigénellátás esetén ezt az HIF-1-alfát megjelölik, és akkor lesz egyfajta hipoxiára emlékeztető konstitutív állapot ezekben a daganatsejtekben, és ez az, ami tulajdonképpen ezt a libabőrösséget is okozza egyben, illetve a fehérjék cisztein oldalláncának nem specifikus szukcinév kötődése, fölhalmozódása figyelhető meg, és az mellett, mivel a mitokondriumok működése károsodik, ezért szuperoxid és peroxid fölszaporodás is történik ezeken a sejteken belül. És akkor hát nyilván kérdeztem ezt a kollégát az Egyesült Államokban, hogy ez mennyire specifikus ezekre a daganatsejtekre, és azt mondta, hogy nem túl igazán specifikus, ami azt jelenti, hogy azóta egy nagyobb beteganyag földolgozása után látjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek az elváltozások, amiket itt leírtunk, nagyobb számban fordulnak elő fumarát hidratázzal kiütött daganat sejtekben, de más egyéb daganatos sejtekben is látható láthatók ezek az elváltozások. És valójában most már a harmadik közlemény jön ki ezzel kapcsolatban, azt hiszem most fog kijönni egy Journal of Biological Chemistry nevű újságban, ahol még nagyobb beteganyagon földolgozva úgy néz ki, hogy bár jelentősek ezek az úgynevezett epigenetikai elváltozásokra mutató fumásav által okozott toxikus tünetek, de nem specifikus magára a betegségre, illetve nem biztos, hogy ezen keresztül meg fogjuk érteni a betegség folyamatot magát. Ezért én azt a kérdést javasoltam megválaszolni, hogy mint orvos biokémikus, hogy tulajdonképpen azt vizsgáljuk meg, hogy mit csinál maga a fumásav, hidratáz, enzim, és abban az esetben, hogyha annak az aktivitása csökken, az miért, milyen formán okoz rákot, azáltal, hogy a katalízis maga megszűnik. Tehát ugye egy molekulás biológus általában azt kérdezné, hogy mi a felszaporodott anyagcsere terméknek az eredménye, tehát mi eredményez a genetikai arzenálban valamiféle kötődéssel kapcsolatos változást, mi viszont pont azt kérdeztük, hogy mi hiányzik a sejtből azután, hogy a fumásav enzimaktivitás is hiányzik, és annak milyen biokémiai következményei vannak. És miért okoz ez egy nagyon súlyos veserákot? Nos, hát
Praktikusan tekintve a dolgot, a fumársav hidratáz más se csinál, mint a fumársavhoz, ami a trikarbonsav ciklus egyik közti terméke, tulajdonképpen vizet ad, és a víz egy hidroxilcsoport formájában és egy a reziduális hidrogén mellett egy szubsztrát hidrogént ad magához a fumársavhoz, és ezáltal almasav keletkezik, ezért van az alma sav felszaporodás, illetve az almasav kiesés vagy hiány abban az esetben, hogyha maga az enzim aktivitás csökken. Maga az enzim, és erről csak röviden hagy tegyek említést, a fumaráz vagy fumársav hidratáz, EC4212, a neve, ez egy 200 dalton súlyú fehérje, az aktív csoportjában van egy lizin és egy hisztidin aminosav, ami vagy a vizet, vagy, illetve a vizet és a fumársavat köti, és ez egy az evolúció során egy megőrzött, egy konzervatív fehérje a trikarbonsav ciklus enzimrendszerében, és önmagában egy nagyon konzervatív enzim abból a szempontból, hogy egyrészt reverzívül is, másik pedig nyilván az, hogy a szubsztrát és a termék arány dönti el azt, hogy milyen irányba folyik a reakció. Általában a malátsav, azaz az almasav termelődés irányában folyik a reakció. Azt szeretném megjegyezni, hogy a 20-as években Szent Györgyi Albert leírta azt, hogy tulajdonképpen a borostyánkősavnak és az almasav, illetve a fumársavnak az alapvető szerepe, jelentőség az anyagcserében az, hogy a tápláléknak a hidrogénjét szállítsa tovább és juttassa be az anyagcserébe. Erről fogunk beszélni majd egyébként, de ez egy rendkívül fontos meglátás volt, aminek úgy néz ki, hogy most értjük meg a biológiai, biokémiai, klinikai alkalmazásait. Ez nagyon fontos felfedezés volt a 20-as években, ugyanis a Krebs ciklust még akkor nem ismerték. Hans Krebs, azt hiszem a 30-as évek végén, 40-es évek elején volt a ciklus maga körbezárva. Közlésre azt hiszem talán a Science-be küldték először, de onnan elutasították. Miért is nem lepődünk meg rajta, minden esetre végül is közölték magát ezt a biológiai enzimrendszert, aminek már eleve a 20-as években Szent Györgyi Albert jelentős elemeit tisztázta. És ezek között nagyon fontos volt az, hogy maga a hidrogén, ami a rendszerbe bekerül, az tulajdonképpen a táplálékból származik. A mitokondriális fumarát hidratáznak tulajdonképpen három fontos funkciója van. Az egyik az, hogy magában a citromsav ciklusban megkönnyíti egy átmeneti lépésben az energiatermelést egy NADH formájában, ahol, amit itt tetszenek látni, a bevitt vízből tulajdonképpen az NAD fog redukálódni, és ez aztán az elektron transport rendszerhez ezt a hidrogént le tudja dobni. Közben oxalacetát termelődik, ami újra részt tud venni magában a ciklusban. Tehát ez az egyik funkciója tulajdonképpen a fumársav hidratáznak, hogy ez az almasav tulajdonképpen egy hidrogént le tudjon dobni az NAD rendszeren keresztül. A másik nagyon fontos funkció, és ez lesz a fontosabb most a daganatos betegség megértése szempontjából, amiről beszélni fogunk, az pedig az, hogy a malát ingán keresztül a malát dehidrogenáz almasav oxalacetáttá való dekarboxilezésével, ami egy NADP függő folyamat, a citoszolban történik, ez tulajdonképpen NADPH-t termel. És itt tetszenek látni magát a folyamatot, vagy a folyamatsort, tehát a malát, az almasav busszal tulajdonképpen kikerül a citoszolba, azaz a sejtplazmába, a sejtplazmába is, ott piros szőlősav keletkezése mellett tulajdonképpen a hidroxil csoport, ami mátrix vagy anyagcsere vízből került tulajdonképpen az almasavra, az a hidroxil csoport, pontosabban annak a hidrogénje átkerül NADPH-ra, ami tudjuk, hogy a sejten belül az egyik legfontosabb redukáló ekvivalens, ami aztán közvetlenül részt vesz a DNS szintézisben, zsírsavak szintézisében, illetve egy folyamat sorban, amit mi reduktív szintézisnek nevezünk, ezt az MIT-nál, a Massachusetts Institute of Technology-nál írták le,
és a reduktív karboxiláció szintéz, vagy reduktív karboxilációs folyamat szintén a ciklushoz kapcsolható, és ezekben a daganatsejtekben jelen van. Nem fogok részletesen beszélni erről a folyamatsorról, de azt tudnunk kell, hogy maga ez az NADPH molekula, ez egy nagyon fontos, központi, azt lehet mondani, hidrogén transportáló, vagy hidrogén szállító, körülbelül úgy lehet rá tekinteni, mint a bányalóra, amelyik szenet szállít. Ezt a hidrogént szállítja a sejten belül olyan helyekre, ahol reduktív szintézis folyam történik, és maga a hidrogén az be is kerül effektíve a DNS-be, a zsírsavakba, és a reduktív szintézis során termelődő anyagcsere termékekben. Ezek között vannak strukturális, vannak fehérjék, amelyek szintén nagyon fontos funkcionális és strukturális elemeket, funkciókat látnak el. A citoplazmás fumarát hidratáz az mellett, tehát a mitokondriumban működő fumarsav hidratáz mellett van egy, amely a citoplazmában végzi a tevékenységét, és ennek az enzimnek a funkciója az, hogy szintén fumarsavat vizesít, ez viszont az ureaciklusban, az ureaciklus egyik mellékterméke, ami fumarsav, annak a lebomlásában segít, ugyanúgy almasavat eredményez, mint ahogy itt tetszenek látni, itt van maga a fumarsav, és ez az ureaciklusnak a melléktermékeként tulajdonképpen ezt a fumarsavat alakítja át malátta. De most ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az úgynevezett citrullin ugye, transport, tehát az amikor tulajdonképpen az uraciklus a citoplazmában folytatódik, ezt nagyon fontos tulajdonképpen követni, hogy abban az esetben a víz, amit maga a fumarsav használ, az nem a mitokondrium mátrixából fog származni, hanem a citoplazmából. Tehát a két... Igaz, hogy ugyanarról az enzimről beszélünk, és a funkciója is tulajdonképpen ugyanaz. A lényeges különbség az, és erről majd fogunk beszélni, hogy a mitokondriumban működő fumarsav hidratáz, az mátrixvizet használ, és a fumarsav hidratáz, ami a citoszolban működik, az pedig csapvizet. De erről fogunk beszélni rövidesen. Tehát, mint ahogy látjuk, a fumarsav hidratáz, mint olyan, ugyanazt a reakciót végzi a mitokondriumon belül is, a mitokondriumon kívül is, viszont ami különbség az az, hogy a víz, ahonnan származik a két reakcióhoz, az alapvetően más. Mégpedig olyan formán, hogy az a fumarsav hidratáz enzim, ami a citoplazmában működik, az tulajdonképpen ivóvizet használ, vagy intersticiális vizet, vagy citoplazmás vizet, ami tulajdonképpen az intersticiummal és a vérpályával egyenlítődik ki. És érdekes módon abban az esetben, hogyha a citoplazmás fumarsav hidratáz aktivitása csökken, abban az esetben cisztákat kapunk. Soha nem kapunk rákot, soha nem kapunk daganatos elváltozást, hanem cisztákat találunk, főképpen a vesében, ezek között vannak retenciós ciszták is, tulajdonképpen ezek 80%-ban boncolási mellékleletek, majd tetszenek erről patológiából tanulni. De minden esetre az a nagyon érdekes, hogy abban az esetben, hogyha a citoplazmában csökken ugyanennek az enzimnak a működése, az tulajdonképpen csak cisztát eredményez, viszont hogyha a mitokondriumban csökken magának a fumarsav hidratáznak az aktivitása, abban az esetben maga az anyagcsere víz, ami nem ivóvíz, hanem anyagcsere víz formájában kerül vissza az anyagcserében, abban az esetben rákot kapunk. Tehát akkor jön létre ez az úgynevezett tiszta sejtes vesedaganat, ami abban az esetben, hogyha fumarsav hidratáz mutációval párosul, rendkívül agresszív. Tehát a biológiai lefolyása rendkívül gyors. Ami azt jelenti, hogy akkor, amikor a beteget diagnosztizáljuk, akkor már tulajdonképpen nem is műthető olyan szempontból, hogy áttétek, előreadott áttétek vannak a májban és a tüdőben többek között. Tehát a kérdés az, és hát nyilván, mint biokémikus, illetve a klinikusokat segítve, mind biokémikus, a kérdés az, hogy valójában mi ez az anyagcsere víz, miért más ez, mint az ivóvíz. Tehát miért más ez a víz, amit iszunk, attól a víztől, ami a mitokondriumban termelődik. Vissza kell mennünk a 40-es évekre, és valójában a metabolikus víz, vagy az anyagcsere víz első irodalmi leírása egy Mellenby nevű angol orvostól vagy kutatótól származik,
aki a Nature-ben a következőket írta, ahogy a szervezet az elfogyasztott tápanyagokat és szöveti tartalékait hasznosítja, többek között jelentős mennyiségű víz is keletkezik. Mivel 100 g zsír 110 g vizet szolgáltat, ezért hát nyilvánvalóan a zsír vagy a zsír égetés az, ami a legjelentősebb mennyiségű vizet szolgáltatja számunkra. Abban az esetben viszont, ha szénhidrátot égetünk, vagy aminosavakat, abban az esetben a gram megfelelő, az körülbelül jelentéktelen, azt hiszem talán 5, azt hiszem ez 50 gram lenne ez egy elírás. Azért, hogy körülbelül fel annyi vizet tudunk képezni vagy csinálni cukorból, mint amennyi vizet tudunk csinálni zsírsavból. És ez nyilván azért van, mert a zsírsavnak a telítettsége sokkal magasabb, ami a hidrogént jelenti. Nyilván az oxigént azt a hemoglobin szállítással magán a mitokondriumon belül az oxigén az a levegőből érkezik, és a citokrom 4-es enzimrendszeren keresztül tulajdonképpen maga a víz, ami keletkezik, az ez az anyagcsere víz, ami zsírégetésből keletkezik. Na most ez azért fontos, mert mint ahogy tetszenek itt olvasni tovább, abban az esetben, hogyha nincs ivóvíz, még mindig sivatagi állatok zsírtartalékok mellett tudnak maguknak tulajdonképpen vizet képezni. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen vízivás nélkül van élet, csak akkor nyilván a vizet maguk kell, hogy termeljék zsírégetés során, és ezért van az, hogy ha megnézzük tulajdonképpen a sivatagi állatokat és az óceáni halakat, azok tulajdonképpen ezt az úgynevezett citokrom 4-et, illetve komplex 4-et használják arra, hogy vizet termeljenek, és ezt a vizet utána a sejtjeikben nem használják tovább, tehát nem viszik tovább. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nekik a trikarbonsav ciklus, vagy a mitokondrium, az tulajdonképpen víztermelésre használódik föl, és nem tudnak energiát termelni vele, tehát nem tudják visszaforgatni a malátot, nem tudnak tulajdonképpen oxaloacetátot képezni, tehát nem tudnak új acetilkoenzimet behozni, tehát nem tudják folytatni ezt a reakciósort, ezért hibernálódniuk kell. Nyilvánvalóan viszont nincs szükségük arra, hogy vizet igyanak. És ez egy nagyon fontos eleme lesz majd, amiről később fogunk rövidesen beszélni a daganatképződés során, ugyanis ez az anyagcsere víz, amit az állatok a mitokondriumban termelnek, és az, hogy abból mennyit használunk föl, az egy nagyon fontos eleme annak, hogy megértsük, hogy maga a daganatos betegség hol jön be, mint az evolúció során, mint sejtproliferatív, előrehaladó, rossz biológiai viselkedésű betegség. Ezek tulajdonképpen a madarak. Tehát ha visszatetszik gondolni, az 1911-es Nobel-díj, az pedig egy Rüegg nevű francia kutatóhoz ment, aki tulajdonképpen vírusokkal madarakat tudott megfertőzni úgy, hogy azok leukémiában betegedtek meg, és tulajdonképpen az ő kísérlete, illetve szarkómában betegedtek meg, és ez volt tulajdonképpen az első olyan kísérlet, ahol lehetett igazolni azt, hogy lehet daganatot átvinni egyik állatból a másikra, nem mindegyik állatnál működött ez így, de madaraknál már sikerült szarkóma daganat fajtát, típust előidézni vírusokkal. Most a madarakról tudni kell, hogy ők tulajdonképpen csak a vándorlásuk során használják a mitokondriumot víztermelésre. Hát tudjuk azt, amikor a gólya elindul Afrikából, hát nyilvánvalóan nem fog leszállni minden órában, hogy igyon. Nyilván át kell alakítani az anyagcserét olyan formán, hogy vizet termeljen, viszont mihelyest megérkeztek mondjuk ide a Holtisza mellé, hát ugye nyilván tudnak folyadékot, vizet magukhoz venni. Tehát ezt a reakciósort átalakítják úgy, hogy ezt az anyagcsere vizet, amit maga a mitokondrium termel, ezt visszaforgatják a fumarát hidratázon keresztül, malátot képeznek, és a malát aztán képes arra, hogy a trikarbonsav ciklust energiatermelésre a ciklust magát átalakítsa. Szükségük van rá, mert nyilván itt azért hibernálódni nem tudnak, főleg este, ami azt jelenti, hogy a hőmérsékletüket, a hőháztartásokat fönn kell tartaniuk, és ennek a kulcsa az tulajdonképpen a mitokondriás anyagcsere átalakítása úgy, hogy a vizet nem a mitokondriumból, hanem kívülről portálják, és közben energiát tudnak termelni azzal, hogy visszaforgatják az anyagcserevizet.
Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az anyagcsere víz, vagy a mátrix víz, mint olyan, a zsír égetése során keletkezik, és az az anyagcsere víz, ami keletkezik, nyilvánvalóan függeni fog a zsíroknak a teszem azt deutérium tartalmától, és az a víz, ami keletkezik, az szintén attól függ, hogy mennyi deutérium volt magában a zsírban, amit elégettünk. Még a csapvíz esetében hát nyilván meg lehet mérni, ez körülbelül 150 parts per million körül van. Tehát attól függ, hogy mit égetünk a mitokondriumban, maga a szubsztrát, annak a hidrogén izotóp vagy deutérium tartalma meg fogja határozni azt, hogy maga az anyagcsere víz mennyi deutériumot fog tartalmazni. És ha visszaemlékeznek, ez a hidrogén vagy deutérium be fog kerülni a DNS-be, ezt fogjuk követni mindjárt hamarosan. Tehát nagyon fontos az, hogy mit égetünk, és az is nagyon fontos, hogy mennyi a deutérium tartalma magának a szubsztrátnak, amit elfogyasztunk, mert ha azt elégetjük, akkor nyilván az anyagcsere vízben meg fog jelenni az a deutérium tartalom. És azt hiszem itt egy nagyon fontos kitétel kell tennünk, mert itt van egy olyan fontos szabályozási rendszer, amit Somlyai doktor vizsgálatai alapján ismerünk olyan formán, hogy tudjuk azt, hogy van egy sajátos sejten belüli természetes deutérium szabályozó rendszer, ami úgy néz ki, hogy attól függően, hogy mennyi anyagcserevizet használunk, vagy mennyi vizet iszunk kívülről, ez meghatározza azt, hogy a DNS-ünkben mennyi deutérium kerül. Hogy aztán ez jó vagy nem jó, arról fogunk még beszélni rövidesen. Tehát a víz deutérium tartalma 155 parts per million, ami azt jelenti, hogy körülbelül, és ezt majd meg fogom mutatni részletesen, mennyi, hogy ez valójában mit jelent, ez körülbelül hasonló ahhoz, mint amit a lisztben találunk, mint hidrogén tartalom. Ezt egyébként a bécsi standard közepes tengervízhez hasonlítjuk. A lisztben érdekes módon majdnem ugyanannyi a deutérium tartalom, mint a vízben, és a kristálycukorban 146, a túróban 130, és ahogy kezdünk az olajos vagy a zsíros ételek felé közelíteni, úgy csökken a deutérium tartalom. Ha megtetszenek nézni, a vajban már csak 124 parts per million deutérium tartalom van, sőt, ha a zsírsavakat megtetszik nézni, az állati zsírokban már csak 118, a telítetlen zsírokban pedig még kevesebb. Sőt, abban az esetben, hogyha telítetlen növényi zsírokat vizsgálunk, a kettős kötéseknél pontosabban, ott viszont nagyon alacsony, azt lehet mondani, hogy majdnem 20-30%-os deutérium csökkenés történik. Egyértelmű, hogy ha zsírokat égetünk, mondjuk cukrokkal szemben, abban az esetben az anyagcsere víznek a deutérium tartalma is alacsonyabb lesz, lévén, hogy ez a hidrogén lesz nyer reprezentációt az anyagcsere vízben. És minél zsírosabb a táplálék, most nem akarok diétás javaslatokat tenni, minél zsírosabb a táplálék, amit égetünk a mitokondriumban, annál alacsonyabb a deutérium tartalom az anyagcserevízben. Ezt egy francia csoport mérte meg egyébként, különféle zsírsavakban a deutérium tartalmat. Nagyon sok része ennek az előadásnak tulajdonképpen tőlünk független kutatások alapján nyert megerősítése, illetve praktikusan onnan vesszük mi is ezeket az információkat mások munkájából. Tehát ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha zsírt éget a mitokondrium, aminek alacsony a deutérium tartalma, abban az esetben alacsony deutérium tartalma úgynevezett anyagcsere víz termelődik, amit a mitokondriumon belül működő fumarát hidratáz, vissza tud forgatni az anyagcserébe, és az NADPH keletkezésén keresztül meg tudja határozni azt, szabályozni tudja azt, hogy egy sejten belül mennyi deutérium, mennyi hidrogén arány kerül akár a DNS-be, zsírsavakba, vagy hisztonokba, vagy fehérjékbe, illetve ezekbe a komplex struktúrákba. Nyilván adós vagyok azzal, hogy elmagyarázom azt, hogy tulajdonképpen ez miért is történik, mert azért ez így, hogy mondjam, meglehetősen érdekes és furcsa is lehet, de minden esetre ennek egy nagyon fontos és jó biológiai, biokémiai magyarázata van, és mégpedig az, hogy a fotoszintézis során, akkor, amikor mi tulajdonképpen zsírt termelünk fűből vagy növényekből, abban az esetben nyilván a hidrogén vízből származó lebontása során
termelődő szerves anyagokat. Ugye azt tudjuk, hogy a széndioxid és a víz kapcsolódása, amit ugye a vízbontás maga a fény végzi, vagy a nap energiája, és a hidrogént visszük tovább a szerves molekulák szintéziséhez, széndioxid segítségével, a hidrogén kapcsolódik a széndioxidhoz, újra csak egy NADPH segítségével, és itt van számos olyan mechanizmus, ami tulajdonképpen a deutériumot elejti. Ezek között van például a fénynyomás, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha egy növény kevesebb fény kap a fölvett víz arányához, akkor kevesebb deutériumot tud bontani a vízből, mert a deutérium-oxigén kötés az stabilabb, illetve lassabban bomlik, mint az oxigén-hidrogén kötés, ezért a fotoszintézis során a deutériummal telített vízzel szemben van egy úgynevezett diszkrimináció. A másik nagyon érdekes kérdés az az, hogy a deszaturázok, tehát amelyek telítetlen zsírsavakat képeznek, például oliva olajba, miért van olyan alacsony deutérium tartalom a kettős kötéseknél, ezek a deszaturázok fizikailag ejtik a deutériumot. Ez azért van, mert, mint ahogy arról már beszélni fogunk, a deutériumnak ugye mások a fizikai tulajdonságai abból a szempontból, hogy mennyire gyors a kinetikai elemei, mennyire gyorsak a kinetikai paraméterei biológiai reakciókban. Tehát a lényeg az, hogy abban az esetben, amikor érnek a gyümölcsök és borzasztó jól, erősen, hosszan süt a nap, abban az esetben a fény, a fotonok energiája elég erős ahhoz, hogy a hidrogén mellett a deutériumot is bontja. Tehát ezért van az, hogy a gabonákban, vagy a gyümölcsökben, vagy a gyümölcscukorban ugyanannyi a deutérium tartalom, mint a vízben. Ugyanis akkoron a napenergiája elég ahhoz, illetve elég erős ahhoz, hogy mind a deutériummal, mind a hidrogénnal terhelt vizet bontsa egyformán. Ez nem igaz a fűre. Ha megtetszenek nézni, az fű az mindig ugye a fák alatt, a bokrok alatt nő, ami azt jelenti, hogy illetve zöld a fű, tehát a fölvett víznek az arányában a fű az diszkriminál a deutériummal szemben, és ami még fontosabb, hogyha nagyon süt a nap, akkor tetszett külni, mi történik a fű, az kiég. Tehát a fűnek van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag kevés napenergiát tud és használ föl, nagy a kloroplaszt koncentráció vagy aránya, ahhoz képest amennyi vizet fölvesz, és az eleve egy diszkrimináló fűféle vagy növényféle. Ami érdekes, hogy azok az állatok, amelyek füvet esznek, tehát ilyen a tehén meg a malac, többek között nem érik el a fát, vagy nem szeretik a gyümölcsöt, teszem azt, a malac el sem éri, de minden esetre azok az állatok, amelyek ugye fűvel vagy füvet esznek alapvetően, azoknak alacsony lesz a deutérium tartalom. Ezért van az, hogy a malacszsír, mint ahogy mutattam önöknek az előbb, az nagyon alacsony deutérium tartalommal rendelkezik, vagy bír. Még a gyümölcs cukor, az, amit a lisztbe, vagy amit a kenyérben ugye elfogyasztunk, annak magasabb a deutérium tartalma, mint ami a zsírokban mérhető. Telítetlen zsírokban még alacsonyabb a deutérium tartalom, tehát olajos ételekben azt lehet mondani, hogy kevesebb deutériumot viszünk a szervezetünkbe. Egy modellt szeretnék bemutatni ezzel kapcsolatban, hogy milyen információt ad ez nekünk, sejten belüli úgynevezett DNS vizsgálatokhoz, illetve DNS hisztonok és maghártya zsírsavak deutérium terheltségével kapcsolatban. Az a modell, amit most javaslunk, daganatos sejtek anyagcseréjét, normális daganatos sejtek anyagcseréjét megértve, vagy a szélozva következőt mondhatjuk, addig, amíg a mitokondrium működik, és az NADPH, tehát a redukáló ekvivalens, az a mitokondriumban termelődő mátrix vízzel termelődik, tehát a hidrogénnel jelölődik, vagy hidrogént szállít a deutériummal szemben, és ez kerül be tulajdonképpen a nukleinsavba, addig normális sejtekről, vagy normális sejtműködésről tudunk beszélni. Abban az esetben, hogyha a fumásabb hidratáz mutálódik, ami tulajdonképpen ezt az oxigén, víztermelés és alacsony deutérium tartalmú ciklust fönntartaná,
abban az esetben rákos sejteket fogunk látni. A vesődaganatos rákmodell azért nagyon jó, mert ott maga a fumásav hidratáz van kiütve, viszont nagyon jól tudjuk, hogy a daganatos betegségek első anyagcsere új lenyomata, az tulajdonképpen a mitokondriális működésnek a csökkenése. Tehát, ha oxigénhiányos szövetekkel van dolgunk, akkor a fumásav hidratáz csökken. Miért? Mert nincs víz. Nincs oxigén ahhoz, hogy víz termelődjön, és ha nincs víz, akkor a fumásav hidratáz nem tud működni. Tehát majdnem most, hogy a modelleket átnézzük, amikkel idáig dolgoztunk, majdnem, hogy mindegyiknél, illetve mindegyiknél azt látjuk, hogy a mitokondrium működése valamilyen formában kompromittálódik, tehát nem tud megfelelőképpen működni a mitokondrium, és ennek megvannak a maga következményei. Hogy mondjak, vagy hagy említsek majd ezzel kapcsolatban bizonyos betegség folyamatokat, amelyekről konkrétan tudjuk, hogy mi a pontos anyagcsere új lenyomata. Hát ugye mi a gond a deutériummal, akkor foglalkozunk magával ezzel a kérdéskörrel. Először is ugye, tehát kétszer olyan nehéz, mint a hidrogén, de kémiailag nem is tudom, hogy tehát kétszer olyan nehéz, mint a hidrogén, kémiailag azonos fel, tehát kémiai reakciókban részt vesz, és a reduktív szintézisben ugyanúgy részt vesz, mint a hidrogén. Biztos nem tetszenek emlékezni, legalábbis a fiatalok nem. 1973-ban Szent Györgyi professzor adott egy televízió interjút, én azt láttam. Akkor voltam 11 éves. És meg hogy mondjam, hogy engem elbűvölt az a fajta tisztaság, az a fajta előremutató vízió, amit ő akkor abban a műsorban említett, és ugye azt feltételezte, illetve később publikálta is több fórumon, hogy tulajdonképpen a daganatos sejtek, a rákos sejtek kialakulásának az egyik oka az tulajdonképpen az, hogy az elektronok vándorlásában bizonyos zavarok keletkeznek. És ennek az eredménye az, tehát van egy szobmolekuláris régió, ahol tulajdonképpen az anyagcserét befolyásolják olyan nem feltétlenül molekuláris történések, hanem szobmolekuláris történések, amelyek aztán rákbetegséghez vezetnek. Mint kiderült, nem én voltam az egyetlen fiatal gyerkőc, aki nézte ezt a műsort, hanem Somjai doktor is ott azok között volt, aki a következő jegyzetet tette magának 1976-ban. Szent Györgyi Albert a rákot elméletében szubmolekuláris szinten próbálja megmagyarázni, és amit Somjai doktor írt, az, hogy a sejtben, ha abban az esetben, az akkori elgondolás szerint, ha abban az esetben, ha felborul valamilyen okból a hidrogénion egyensúly, akkor az egyes fehérjéket vagy más anyagokat deformálhat olyannyira, hogy a sejt púrjázáshoz vezet. És meg hogy mondjam, hogy tulajdonképpen Szent Györgyi hagyatékára, vagy Szent Györgyi szellemi munkásságára építve, szerintem nagyon sokan, mint fiatalok, gondolkodtunk magáról a rákról, a rákbetegség problémájáról, megmondom őszintén, engem személy szerint is nagyon érdekelt ez a terület. És Somjai doktor hozzájárulása azért volt nagyon fontos, mert az tulajdonképpen az elektron mellett magát a hidrogént is a lehetséges, úgymond ellenfelek közé sorolta, és tulajdonképpen ami a mi munkánk konkrétan ehhez a két nagyon jelentős felfedezéshez vagy ismerethez kapcsolódik, az az, hogy tulajdonképpen az, hogy a hidrogén maga hogyan kerül be magába a daganatos sejt és sejtrendszereknek a DNS vagy fehérje rendszerébe, az tulajdonképpen ez egy angol nyelvű közlemény, amit az MIT-től, tehát a Massachusetts Institute of Technology-tól egy kollégám Matthew van der Heijden közölt. A Nature Reviews közleményben ő a következőt feltételezte, illetve foglalta össze, maga az anyagcseréje, a daganatos sejtek anyagcseréje, illetve ha azt ismerjük és azt megfelelőképpen célzottan kezelni tudjuk, az tulajdonképpen több úgynevezett terápiás ablakot vagy terápiás lehetőséget nyit meg számunkra. Ennek a közleménynek a 150. referenciája az az én egyik korábbi közleményem, amit még 1998-ban
írtam. Én akkor jöttem el az Ohio-i Állami Egyetemről, és csak érdekességképpen mondom, hogyha vannak sebész kollégák, én még ismertem Zollinger professzort a Zollinger-Ellison szindrómával kapcsolatban. Ez volt az első napom a sebészet intézetben, állok, és oda jön hozzám egy idősebb úr, és megkérdezi, hogy maga kicsoda, és mondom, hogy dr. Boros vagyok Magyarországon, és azt tanácsolta, hogy mindenki, hogy senkire ne hallgassak csak rá. Hát mondtam, hogy jó, akkor ez így lesz. Egy nagyon kedves tudománytörténeti szempontból egy nagyon érdekes találkozás volt, az nekem is meghatározó minden szempontból. Ami még érdekes, hogy ezen 150-es referenciával kapcsolatban a következő kitételt tették, illetve megjegyzést tette maga a szerző, hogy tulajdonképpen az én vizsgálatom, vagy a mi vizsgálatunk volt az első, amely egy modern módszert ajánlott ahhoz, hogy szénatomok kövessünk daganatos sejtekben, és bizonyos kérdéseket, vagy bizonyos axiómákat, vagy assumptions, bizonyos axiómákat kérdőjelezett meg a daganatos sejtek anyagcseréjével kapcsolatban. És tulajdonképpen amire utalt itt a szerző, az pedig az, hogy tulajdonképpen az elektronok és a hidrogének tulajdonképpen daganatterápiába való bevonása után tulajdonképpen az NADP vagy NADPH volt az a molekula, amit mi konkrétan a jelzett cukrokkal ezeknek a termelődését precízen meg tudtuk mérni. Ezt a New England Journal of Medicine nevű újságba írtam én, ez magát ezt a közleményt, és ez pedig semmi másról nem szól, mint a Glivec, amit talán ismernek önök, mint célzott gyógyszer a krónikus fázisú leukémiának a kezelésére. Maga az imatinib, tehát maga a Glivec, ez a rendkívül jó gyógyszer, ez is deutérimot csökken, érdekes módon. Tehát tulajdonképpen olyan anyagcsere változásokat idéz elő a daganat sejtekben, hogy ezt az NADPH termelődés gátolja azokban a reakciókban, ahol deutériummal terhelődne. Na most ez azért fontos, mert tulajdonképpen mi a molekuláris mechanizmus alá mentünk. Tehát mint ahogy Szent Györgyi és Somlyai doktor feltételezték, van egy genetikai vagy szignáltranszakciós mechanizmus alatt lévő jelrendszer, vagy biokémiai funkciók sokasága, amelyeket lehet befolyásolni, például szignáltranszakció, vagy génmodifikált, vagy gén átalakítások során. Konkrétan a Glivec esetében az történik, ez egy nagyon hatásos leukémia gyógyszer, hogy tulajdonképpen a Glivec az a trikarbonsav ciklusban zsírégetéssel azt az NADPH mennyiséget emeli, amelyiknek tulajdonképpen alacsony a deutérium tartalma lévén, hogy zsírokból szerzi a hidrogént, még az mellett a pentóz ciklust, amit cukrot éget és csak vízből veszi a hidrogént, az pedig gátolja. Tehát amikor ezt az arányt visszatoljuk az alacsony deutérium és a magas hidrogén mitokondrium mátrix víz irányába, abban az esetben a leukémiával szemben van egy kuratív, tehát gyógyító eszközünk. Ez azért érdekes, mert én ismerem dr. Brian Jukert, aki magát a Glivec gyógyszert felfedezte, ő a Novartis-szal dolgozott akkor. Én azt hiszem a 2000-es évek elején több alkalommal beszéltem vele ezzel a fajta biokémiai vagy molekuláris és biokémiai gyógyszerfejlesztési módszerekkel kapcsolatban, és rendkívül nyitott volt arra a lehetősége, mint amit aztán javaslata szerint a New England Journal of Medicine-be aztán közöltek is, ismerve a szerkesztőségi munkát. Tulajdonképpen egy konszenzus volt azzal kapcsolatban, hogy valójában a Glivec az egy anyagcserét befolyásoló, hatásos, eredményes és kuratív rákgyógyszer. Igaz, hogy szignáltranszukciós vagy úgynevezett kináz mechanizmusokon keresztül hat, de végül is a hatás mechanizmusa az, hogy a mitokondriumban a cukorégetést csökkenti, mint ahogy itt tetszik. Most nem fogok itt részletekbe belemenni, a lényeg az, hogy az alapközleményünk, ahonnan maga ez az információ származik, az a Journal of Biological Chemistry. A lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha gyógyszerre érzékeny, tehát Glivecre érzékeny leukémia sejteket kezelünk, dózis függően azt látjuk, hogy a
cukoroxidáció a mitokondriumban csökken, és a zsírsav oxidáció emelkedik. Ezáltal olyan NADPH termelődik, aminek a deutérium tartalma nyilvánvalóan inkább a zsírra emlékeztet, aminek alacsony a deutérium terheltsége. Ez igaz tulajdonképpen a génkifejeződésekre is, mégpedig olyan enzimek gátlódnak, amelyek deutériummal terhelnék az NADPH pool, az NADPH komponenseket a sejten belül, viszont abban az esetben, hogyha ezt egy olyan sejtvonalban nézzük, ahol nem volt jelen maga a molekulális célpont, ott nem látunk ilyen anyagcsere változásokat. Tehát nagyon fontos az anyagcsere megértése a molekulális célpontokon keresztül. Viszont az anyagcsere elképzelhető, azoktól függetlenül is befolyásolható, és erre fogok rövidesen ezzel kapcsolatban fogok adatokat mutatni. Ugyanis következő történt. Most már használjuk tulajdonképpen a deutériummal csökkentett vizet arra, hogy befolyásoljuk daganatos sejtek növekedését. Minden daganatos sejtben azt látjuk, hogy abban az esetben ez egy emlődaganat, ez egy tüdő és egy vastagbéldaganat, hogyha csökkentjük a deutériumot a vízben, abban az esetben a daganatsejtek növekedése is lassul. A deutérium és a hidrogén között jelentős különbség van, és a deutérium szolgáltatja a legnagyobb izotóp hatást, amit mi a biológiából ismerünk. Annak ellenére, hogy a hidrogén a legkisebb atom, és összesen egy protonból és egy elektronból áll, abban az esetben, hogyha a deutérium nevű izotópiát képezzük a hidrogénnek, ami egy neutronból, egy protonból és egy elektronból áll, látjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömege megduplázódik, megkétszereződik a hidrogénnek, és ezáltal különféle formájú és fajtájú vizeket kapunk. Van olyan víz, amelyikben egy deutérium, van olyan víz, amelyikben két deutérium kapcsolódik az oxigénhez. Más a hidrogén-oxigén kötési frekvencia, mint az oxigén-deutérium kötési vagy vibrációs rezgési frekvencia. Ez azért fontos, mert amikor a foton megérkezik, akkor más energia, nagyobb energia kell ahhoz, hogy egy oxigén-deutérium kötés megszakadjon, mint ahhoz, hogy egy oxigén-hidrogén kötés megszakadjon. Tehát a fotoszintézis számára a hidrogént alacsony fotonnyomás mellett könnyebben be tudjuk vinni a magába a fotoszintézis rendszerében, mint a deutériumot. Ezért van maga a deutériummal szembeni diszkriminációs folyamat a fotoszintézis során, és utána a szerves molekulák termelődése során. Abban az esetben, hogyha egy hidrogén szénatomhoz, nitrogénhez vagy oxigénhez kapcsolódik, ha azt kicseréljük deutériumra, például a szén-deutérium kötésnél 7-szer lassabban fog a reakció lezajlani. A nitrogén-deutérium kötésnél 8,5-szer lassabban, az oxigén-deutérium kötésnél több mint 10-szer lassabban fog maga a reakció lefolyni. Tehát igenis, biomolekulákban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy hidrogén vagy deutérium épül meg be, és ennek a kettőnek a pontos aránya mennyi. Úgy néz ki, és most már tudjuk, hogy ez tulajdonképpen a mitokondrium szabályozza alapvetően a mátrix vizen keresztül. Szerintem klinikusok közül is kevesen emlékeznek arra, vagy esetleg nem annyira elsőrendű az a fajta információ, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük a vérplazmában az összes inorganikus szervetlen elemmel összehasonlítva, tulajdonképpen a deutérium tartalma a legmagasabb. Az körülbelül 2-szer annyi, mint a glukóz tartalom, és többször annyi, mint mondjuk a kálcium, magnézium vagy a kálium. Tehát a vérplazmában nyilvánvalóan nem ok nélkül van ilyen jelentős mennyiségű koncentráció deutérium, mint maga. Ez a baj a deutériummal. Tehát ez egy olyan atom, amit abban az esetben, hogyha kémiailag ki akarunk hozni, vagy be akarunk vinni egy rendszerbe, akkor ahhoz más enzimkinetika, a súly, tömeg és a vibráció miatt más enzimkinetika szükséges. És ezt leírták már például a PNAS-ben 1984-ben, hogy abban az esetben, hogyha hidrogént pumpálunk, a hidrogénnel szemben van egyfajta preferencia a hidrogén pumpák során, és abban az esetben, hogyha megfelelő mennyiségű hidrogén pumpálunk ki a sejtből, nátriumot viszünk be, és a deutérium tartalom növekszik a sejtben, az úgynevezett sejtosztódáshoz vezet. Még fontosabb,
és ezt a Nature-ben közölték 1988-ban, hogyha a fibroblasztokat, tehát kötőszöveti sejteket meg genetikailag beviszünk egy olyan hidrogén transportáló rendszert, ami a hidrogén gyorsabban nyomja ki, mint a deutériumot magát, akkor tulajdonképpen rákos sejteket tudunk előidézni, és tulajdonképpen ezek a hallgató, illetve ezek a vizsgálók nem értették, hogy hogy lehet az, hogy egy gombából bevisznek egy hidrogén transportáló rendszert, amelyik hatásosabbnak látszik a hidrogén transport tekintetében, és érdekes módon rákos sejtek alakulnak ki. Ők úgy magyarázták, hogy van egy pH eltolódás, mert a hidrogén deutérium arány más pH-t eredményez a sejten belül. Mi most már tudjuk azt, hogy azért ennek végül is egy sokkal mélyebb oka is lehet, vagy van. De maga az, hogy a deutérium hidrogén diszkrimináció, az, hogy a hidrogén transport rendszerek preferálják a deutériummal szembe, és a deutérium dúsulhat a sejteken belül, egy bizonyos threshold, vagy egy bizonyos határt meghaladva, ez nem csak sejtosztódás okoz, hanem tulajdonképpen daganatos sejteket tudnak előidézni deutérium túlterheléssel. Abban az esetben, hogyha egy betegnek például deutérium csökkentett vizet adunk, akkor tulajdonképpen attól függően meg tudjuk változtatni a vérplazmában a deutérium telítettséget. Az mellett, hogy ez nyilván az intersticiális és a citoplazmatikus vizet is befolyásolja. És most hagy ajánljak egy olyan modellt, ahol tulajdonképpen a pentózfoszfát anyagcsereutat vizsgáljuk, mint a víz bevitelének az egyik lehetőségét, vagy a deutérium csökkentés egyik lehetőségét. Hogyha tetszenek emlékezni, az MIT közlemény arról szólt, hogy tulajdonképpen az anyagcsere ismeretével, illetve az oxidatív pentóciklus mérésével, amit mi végeztünk, új gyógyszer, terápiás lehetőségek nyílnak meg a rákbetegség kezelésére. Ezek közül az egyik az oxidatív pentóciklus, ami tulajdonképpen csak vizet használ ahhoz, hogy NADPH termeljen, ez a citoplazmában folyik ez a reakció, és maga ez az NADPH felhasználódik DNS termeléshez. Tehát mi történik akkor, hogyha a mitokondrium nem funkcionál? Vagy azért, mert a fumásav hidratáz mutálódott, ez a legdrasztikusabb modell, tehát tulajdonképpen az oxigén hiány ugyanezt okozza. Kevesebb víz termelődik, a fumásav hidratáz, a vizet nem kapja meg, ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vizet, ahhoz, hogy vagy elegendő koncentrációs szabad anyagcsere vizet, hogy maga a reakció megfelelő kinetikával folyjon vagy menjen. Egy másik nagyon fontos mutáció, ami tulajdonképpen az NADP-től függő izocitrát dehidrogenáz enzim, ez pedig egy másik rákfajtát, annak a mutáció egy másik rákfajtát okoz, az pedig úgy hívjuk, hogy glioblastoma. Az egy nagyon rossz, arrogáns és gyors lefolyású rákfajta, ezt a Duke Egyetemmel vizsgáltuk, ezt a bizonyos glioblastoma rákfajtát. Tehát úgy néz ki, hogy a mitokondrium funkciójához kapcsolódó nem csak fumarát hidratáz, hanem az azt követő NADP-t szintetizáló reakciók mind fontosak ahhoz, hogy szabályozzuk és rákokozó abból a szempontból, hogy milyen aktivitással működnek, és vannak specifikus rákok, ahol meg tudjuk nevezni azt az enzim mutációt, ami magához a rákbetegséghez vezet. Általában a rákbetegségnél szerintem a leggyakoribb probléma az oxigénhiány. A lényeg az, hogy a mitokondrium működésével csökken, a mitokondrium funkció csökkenésével tulajdonképpen csak vízből és glukóz vagy szénhidrátok lebontásából telítődik a reduktív szintézissel kapcsolatos enzimrendszer, NADPD keletkezik a víznek megfelelően magas deutérium koncentrációval, ami bekerül a DNS-be, és a DNS-be bekerülve a zsírsavakba és a hisztonokon keresztül, a zsírsavakon, a nukleáris zsírsavakon és a hisztonokon keresztül jelentős úgynevezett aneuploidia alakul ki, tehát ezeknek a kémiai kötéseknek és szerkezeteknek a tulajdonképpen nehezedésével és ragadósá válásával tulajdonképpen a daganatos betegségre jellemző nagy sejtmag alakul ki. Viszont abban az esetben, hogyha a deutériumot csökkentjük a vízben, tehát itt tulajdonképpen
a 150-es ppm-es vízről levisszük a vizet tulajdonképpen 100 ppm-esre, abban az esetben, annak ellenére, hogy nem működnek a deutéri, nem működik a mitokondrium, a tulajdonképpen vízben a deutérium csökkentése tulajdonképpen le tudjuk vinni a deutérium tartalmat a nukleáris, a DNS állományban, magában a hisztonokban és a zsírsavak, zsír, nukleáris membrán zsír komponenseiben. Ez azért fontos, mert ezt most fogjuk az Amerikai Ráktársaság éves kongresszusán San Diego-ban, én hétfőn repülök, hétfőn utazom, Somérőkről később követ engem, minden esetre hétfőn fogjuk, illetve jövő hónap elején, április elején fogjuk bemutatni ezt a munkát. Tehát jelenleg embargó alatt vagyunk, tehát nem tudok sokat mondani erről a munkáról. Köt minket a nyilván a konferenciával kapcsolatos adminisztratív kötelezettség, hogy nem beszélünk magáról az eredményekről. Egy eredményt fogok mutatni. A lényeg az, hogy az Arizona Egyetemmel és a Stanford Egyetemmel fogjuk közösen bemutatni ezt a munkát, ahol deutériumot csökkentett vizet használunk ahhoz, hogy daganatsejteknek az anyagcseréjét megmérjük, megvizsgáljuk jelzett cukorral. És az egyik nagyon fontos változás, ami történik daganatsejtekben, ez egy MIA PAKA nevű pankreas adenokarcinoma sejtvonal. Azt történik, hogy ha vízben csökkentjük a deutériumot, ezeknek nem működik a mitokondriumuk, akkor például a sejt mag membránból kivont zsírsavnak a szintézis, amely egy lignocerin sav nevű hosszú szénláncú terített zsírsav, dózis hatásszerűen is drasztikusan csökken. Ami egyértelműen az aneuploidiának a jobbulását mutatja, ami azt jelenti, hogy kisebb sejtmag termelődik. Ugyanez igaz például az MCF7-es emlő daganattal kapcsolatban, annak pedig a sejtmag membránban a koleszterin szintézis csökken, ami azt jelenti, hogy kevesebb koleszterinre van szükség. Azt tudjuk, hogy a koleszterin az a sejtmag membránnak a rigiditásának a megőrzéséhez szükséges. Tehát abban az esetben, hogyha a deutériumot csökkentünk vízben, amikor a mitokondrium nem működik, még mindig van lehetőségünk arra, hogy a sejtmag struktúráját, a sejtmag hosszú szénláncú telített zsírsav szintézisét tulajdonképpen csökkentjük, ami azt is jelenti, hogy maga a sejtmag rigiditása csökken. Mi a lignocerinsav? Ezt azért mondom el, mert ugye biokémia kurzus. Ez egy hosszú 24 szénlánc, 24 szénből álló zsírsav, ami hosszú telített, és azért van begörbítve, hogy elférjen a képen. Minden esetre a lényeg az, hogy ez adja tulajdonképpen, amikor elmennek vásárolni és túl sok dolgok, ez adja azt az úgynevezett double back. Tehát ez erősíti magát tehát azért kell két bevásárlószatyor, hogy ne szakadjon ki. Ez ugyanazt a funkciót végzi, ez a zsírsav a sejtmag membránban. Egyébként 30% a foszfolipideknek a sejtmag membránban, az tulajdonképpen ez az aminosav, ez a zsírsav, a másik 30% az pedig a koleszterol. Tehát úgy néz ki, hogy a lignocerát szintézis más merev hosszú tejtett zsírsavakkal összefüggésben van a rákos sejtekkel és a rákos sejtek fiziológiával kapcsolatban, és ez lesz az utolsó tulajdonképpen téma, amit még meg fogok ma említeni. És szerintem ez szintén egy nagyon fontos része és eleme annak, hogy megértsük a daganat sejteknek a működését. Ez az úgynevezett zsírsav szintáz, vagy zsírsav szintézist nevű enzim, végző enzimrendszer. Ha megtetszenek nézni, akkor különféle funkciókra különféle fehérjék szakosodtak, és ezek a fehérjék egy nagy komplexben összeállva tulajdonképpen egy zsírsav láncot hosszabbítanak, mégpedig 16 szénatomig. A zsírsav szintáz, tehát maga a zsírsav szintézis végző enzim, az 16 szénatomnál, amit mi palmitátnak hívunk, ott leáll, és az egész zsírsav transportrendszer átkerül egy úgynevezett elongált vagy meghosszabbító, zsírsavat meghosszabbító enzimrendszerhez. Tehát az a lényeg, hogy normális sejtekben ez a zsírsav szintáz nevű enzim, ez 16 szénatomnál leáll, és átadja egy másik enzimrendszernek a zsírsavak meghosszabbítását. Ami viszont nagyon érdekes, hogy azokban a baktériumokban vagy gombákban, amelyek deutériumra nem érzékenyek, tulajdonképpen egy zárt reakció központot látunk, vagy aktív centrumot látunk.
emlősejtekben, amelyek daganatosan képesek átalakulni, maga ez az aktív centrum, ez tulajdonképpen nyitott. Na most a Scripps intézetből, ami nem messze van tőlünk San Diego felé, hogy valahol ott félúton van Los Angeles San Diego között, az egyik kollégánk megmérte, hogy mi történik magával ezzel a zsírsav szintáz enzimmel, összehasonlítva magát a reakció centrumot, összehasonlítva bizonyos mutációkkal, mi történik magával a reakció aktív centrumnak a méretével. Vannak olyan mutációk, van olyan konformációja ennek a zsírsav szintáz enzimnek, ahol maga ez a reakciós csatorna kinyílik, vagy maga az aktív centrum kinyílik, tehát hosszabb zsírsavat tudunk szintetizálni, sőt a 16 szénatom még nagyon gyorsan eljut maga a zsírsav szintézis, és onnantól kezdve elkezdi hosszabbítgatni tulajdonképpen a növekvő zsírsavláncot, és ha megtetszenek nézni, akkor tulajdonképpen ez a növekedés, az tulajdonképpen a zsírsav szintáznak ezzel az alsó részével van kapcsolatban, ami hát ugye nincs, még jelenleg nem volt tulajdonképpen fiziológiai funkcióhoz hozzákapcsolva, úgy néz ki, hogy ezt a bizonyos szabályozást, hogy milyen hosszú szénláncú zsírsavat tud maga a fehérje végezni, ezt a pH és a deutérium tartalom határozza meg. Ugyanis a Golgi apparátus, ami a mitokondriummal kapcsolatban, az, ahol ez a zsírsav szintáz ül. Tehát ez az anyagcsere vízben érzékeli azt, hogy milyen mennyiségű deutérium koncentráció van, és úgy feltételezzük, azt gondoljuk, hogy a daganat fejlődésnek az egyik eleme az, hogy a maga a deutérium vagy a pH a mátrixvizen belül szabályozza ennek az enzimnek a konformációját, és azt is, hogy milyen hosszú zsírsavakat tudnak szintetizálni. Mert ez, ha megtetszenek nézni, ez a bizonyos konformáció, ez nagyon gyorsan megszintetizálja a 16 szénatomot, és utána, ugye ezt nem tudja elengedni, és utána elkezdi ezt hosszabbítgatni. És akkor hagyosszak meg önökkel néhány záró gondolatot, ami szerintem fontos a kurzus szempontjából is. Most már tudjuk a modellek alapján is, és hát azért ez egy nagyon hosszú irodalmi visszatekintésből is ismert, hogy a sérült mitokondriumoknak mindenképpen szerepük van a sejtek transformációjában. Ide vezethető vissza a Warburg hatás, ami ugye glukóz, laktát, teljesebb szintézis. Ide vezethető vissza az a folyamat, hogy az oxigén, tehát az alacsony oxigén termelés, vagy az alacsony oxigén tartalom, az tulajdonképpen a daganatokban látható hipoxia, az a daganatos sejteknek a felgyorsulását eredményezi, illetve az is nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha maga a mitokondrium károsodik, abban az esetben ugye közönséges víz, illetve a pentózfoszfát cikluson, annak az oxidatív szakaszában történő cukor alapú NADPH szintézis veszi át azt a víztermelő, illetve vízfelhasználó rendszert, ami egyébként a mitokondriumból szolgálná az NADPH, vagy a redukáló ekvivalens deutérium tartalmát, vagy hidrogén koncentrációját, és ezáltal tulajdonképpen deutérium terhelés indul meg a sejteken belül. Ez egyben úgy néz ki, hogy egy tumorkeltő epigenetikai történés. Tudom, hogy az epigenetikai történések közül jelenleg még a deuteráció nem annyira fontos, de úgy néz ki, hogy ez lesz a következő nagyon jelentős része a daganatkutatásnak, a daganat anyagcsere kutatásnak. Ez aztán megzavarja nyilván a génkifejeződéseket is, és a génszabályozást, illetve más egyéb epigenetikus eseményeknek a táptala is lehet. Viszont az extra mitokondriális NADPH szintézis egy terápiás utat is megnyit, amelyen át deutérium szegény vízzel vagy táplálékkal fenne tartani a sejtek normális működését, és ez számos lehetőséget ad azzal kapcsolatban, hogy milyen természetes, milyen gyógyszeres célpontokat állapítunk meg egy sejtrendszeren belül arra, hogy például a burjánzást, a sejtburjánzást kezeljük. Na most azért fontos ez a kitétel, mert vannak természetes alapanyagok vagy természetes táplálékok, amelyeket tulajdonképpen rákgyógyászatban
igyekeznek felhasználni. Ezek közé tartozik például a paprika, ezek közé tartozik például a zsírdiéta, azt hiszem van most egyfajta paleo diéta, amit hangsúlyoznak. Vagy az oxigénnel dúsított víz. Az igazság az, hogy valahol mindegyik találkozik, és elképzelhető, hogy van valamiféle jó hatásuk. Ehhez nyilván ismerni kell magát a betegség fenotípus, vagy a daganatsejtnek a fenotípusát. Miért? Azért, mert tulajdonképpen a deutérium csökkentésnek több módja van. Van egy természetes módja, amit a sejt maga végez, és abban az esetben, hogyha ez romlik, vagy ez a funkció csökken, abban az esetben jönnek azok a terápiás lehetőségek, mint például a deuteriumra csökkentett táplálék, lehet a zsírsav, lehet az víz, attól függően, hogy milyen módot választunk erre. A lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha a citoplazma győz, tehát abban az esetben, hogyha a citoplazma termel több deutériummal terhelt NADPH-t a sejtanyagcsere szempontjából, abban az esetben nagyobb a veszélye annak, hogy daganatos sejtek alakulnak ki. És tudjuk azt, hogy a daganatok kialakulásához hosszú idő kell. Az azért van, mert tulajdonképpen ez az arányátolódás, ez még ha kicsi is, tulajdonképpen idővel változhat, tehát terhelhet DNS-t olyan formán deutériummal, hogy aztán az fontos epigenetikai eseményeket idéz elő. A célunk az, hogy diétával, gyógyszeresen, vagy pedig más beavatkozásokat, tulajdonképpen ezt a hidrogén-diotérium arányt visszavigyük, vagy visszatoljuk a mitokondrium irányába, ahol tudjuk azt, hogy ha zsírokból származik a fotoszintézis, ez egy nagyon hosszú biológiai folyamatnak tulajdonképpen a vége, amikor tulajdonképpen értjük azt, hogy hogyan kapcsolódnak olyan egymástól viszonylag távol levő biológiai rendszerek, tulajdonképpen a gyógyászat is, hát ugye orvosnak készülnek, a gyógyászat szempontjából olyan használható információként, hogyha meg tudjuk mérni egy sejt pontos anyagcsere útvonalat, és erre jó egy jelölt cukormolekula, abból meg tudjuk mondani pontosan, hogy a pentózciklus, illetve a szerinoxidáció, illetve a mitokondriális zsírsavoxidáció milyen arányban folyik egymáshoz képest, és abból meg tudjuk mondani, hogy a sejtnek milyen anyagcsere fenotípusa van, és azt is meg tudjuk mondani, hogy mennyire veszélyeztetett az a biopsziás anyag, vagy az egyén arra, hogy deutériummal terhelje a DNS-ét, és esetleg idővel rákos betegség alakuljon ki nála. De ez nem csak rákos betegségre igaz. Ez igaz például a krónikusan aktivált T-sejtekre, vagy az autoimmun betegségekre, amiket ismerünk. Egy chicagói egyetemi munkatársunk, illetve egyetemi laboratóriummal dolgozunk együtt, ahol az a probléma, hogy nem víz keletkezik a cserevíz, hanem peroxid a mitokondriumokon belül, ami a fumásabb hidratáz működést nem tudja fönntartani. Tehát a krónikusan aktivált immunsejteknél úgy néz ki, hogy szintén a fumásav hidratáz, vagy maga a fumásav hidratáló reakció a vízfüggősége miatt rendkívül fontos a betegség kezelése szempontjából. És az utolsó néhány percben szeretnék köszönhetni nyilván egyrészt Dux professzornak azzal, hogy ezt az előadást lehetővé tette számunkra, és a Somlyai doktornak, aki hát a deutérium fiziológiai és rák betegséggel kapcsolatos kutatások egyik élenjárója. Tracy, ő a mi technikusunk egy SIDMAP nevű laboratóriumban, aminek a szakmai részét én irányítom, és a kollégáim a UCLA-ről, pontosabban Dr. Lee, akivel én együtt kezdtem a munkát a Kalifornia Egyetemen, és akinek még meg kell köszönöm azt, hogy ezt az előadást ilyen formán össze tudtuk rakni, és ezeket az elemeket mind bele tudtuk emelni, az a tulajdonképpen a rákintézettől, az USA urológiai rákintézettől származó fumulált hidratáza mutált sejtvonal, aminek a modell értéke rendkívül nagy, mert vissza is tudjuk helyezni magát az enzimaktivitást, és ismerjük, hogy milyen fenotípus változást idéz az elő daganatos sejtek. Bocsánatot kérek, daganatos sejtekben. Több anyagi
támogatást kaptunk, ez a Hirschberg Alapítvány a hasnyálmi rák kutatásra, és a UCLA-nek van egy úgynevezett klinikai és translációs tudományos intézete, akik hát folyamatosan támogatják a mi tömegspektrumátriás laboratóriumokat, főleg akadémiai kollaborációk céljára. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek és meghallottak.